Minden Women Next Akadémia során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen témákat fogunk kiválasztani, és mik lesznek azok, amiket körbe szeretnénk járni a meghívott vendégeinken. Ez nem volt ma sem másképp. Ugye az első témánk az a Z-generáció munkahelyeken való megjelenése és a velük kapcsolatos kihívásokat jelentette, és nagyon izgalmas volt azt hallani és hallgatni, hogy mennyi potenciált látnak a Z-generáció tagjaiban. Nyilvánvalóan úgy is, hogy közben a generációs különbségeket is látják a cégvezetők a munkahelyeken, viszont nagyon izgalmas és érdekes kérdéseket vetettek fel, amelyek újabb és újabb témákat fognak adni a jövőre vonatkozóan, miszerint hogyan tudjuk oktatni a Z-generációt, illetve a későbbi oktatásunk hogyan kell, hogy átalakuljon ahhoz, hogy mind a tanulás, mind a fejlődés, mind pedig a munkaerőpiac működőképes legyen. Ezt utána tovább boncolgattuk, és megjelent a turizmussal kapcsolatban is, hogy mit tesz bennünket vonzóvá, hogyan kell a felnövekvő generációnak, illetve a változások tükrében mindenféle generációnak az igényeit kiszolgálnunk Magyarországon, hogyan tudjuk ezt vonzóvá tenni. És ugye nyilván a változás végig kísérte az egész napunkat, így a harmadik témánk is a változás-változtatás témakörét járt a körben, nem csak női karrier utak változása szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan alakítja az életünket a külső környezetbeni bekövetkező változások, és mennyire fontos, hogy reziliensek és rugalmasak legyünk mind a egyénileg, mind szervezeti szinten, mind pedig társadalmi szinten.